A Tóparti gimnázium épületének felújításához kapcsolódva, valamint a Madarak és Fák napján adták át azt az 56 lakásos fecskehotelt, amely mostantól a Csónakázótó partján várja a szárnyas lakóit. Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi vezetője szerint a fecskehotel új élőhelyet fog teremteni, főként a Molnár fecskék számára. A kialakítás az nagyon jó lett, nagyon megfelelő, jó a magasság, itt már csak tényleg azon múlik, hogy a fecskék mikor költöznek bele, mert tényleg amint beleköltöznek ezek a fecskék, és egyszer megtalálják ezeket a fészkelő területeket, akkor utána elkezdődik a kolonizáció, és folyamatosan vissza fognak járni és itt fészkelni. A fecskehotel saját kezűleg készített fészkei a Jópont Alapítvány felajánlásának és együttműködésének köszönhetően kerültek a tópartra, de nem csak Székesfehérvárra telepítenek ilyen otthonokat. Egy baracskai úriember készíti ezeket, mi tőlük vásároltuk meg, és akkor a felajánlás az 200 fecskefészek volt, még Fehérváron kívül Csákvárra mentek, Csákberénybe, tehát egészen Fehér vármegyét így körbejártuk. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte, hogy a fecskehotel legfontosabb feladata, hogy visszacsábítsa a fecskéket egy olyan környezetbe, ahol jól érzik magukat, annál is inkább, mivel a Tóparti gimnázium felújított épülete kapcsán, azelőtt annak homlokzatán fészkelő madaraknak új lakóhelyre lesz szükségük. Igyekszünk oda figyelni a fecskékre, a fecskefészkekre, akkor egy-egy beruházást megvalósítunk. Így történt ez most a Tóparti gimnázium felújítása során is, ahol a hatóság helyesen előírta, hogy az ott a felújítás miatt szükségképpen levendő fészkek helyett valahol a fecskékre gondolnunk kell, és a szakembereknek az volt a javaslat, hogy ez ne az épületen legyen, hanem itt mellette, közvetlenül a tó mellett, a víz partján helyezzük el ezzel a mögöttem látható megoldással ezt a fecskehotelt. A fecskéknek tehát már csak annyi dolguk maradt, hogy lehetőleg mielőbb megtalálják és elfoglalják minden madárigényt kielégítő új otthonaikat.